fiatal korom óta közösségi emberként határozom meg magam. Mindig azon voltam, hogy a nagyobb társaság számára hasznos, értékes, minőségi időtöltést tudjunk kitalálni. Ez azzal járt, hogy már főiskolán is ifjúsági klubot, filmklubot, ahol különleges egyedi filmeket vetítettünk, szerveztem. Aztán munkába állva ez a indítatás megmaradt, és a civil szférában nagyon sok dolog mellett álltam ott, akár kitalálója, kezdeményezőjeként, akár csak továbbvíve egy már megkezdett jó gyakorlatot. Városban voltam a civil kerekasztal egyik vezetője, annak idején létrehozója, ez máig egy jól működő forma az önkormányzat és a civil szektor között. De a Rotary Klub alapításától kezdve nagyon sok dologban bábáskodtam. A Fogyatékos Sportszövetségenek voltam egy jó pár évig a vezetője, nagyon érdekes élményeket adott nekem is ez a munka. Olyan emberi tartást, küzdeni tudást láttam, ami példaként szolgál, azt hiszem, mindenkinek, vagy szolgálhat nekem is a mai napig is. Nyilván ami a legfontosabb, vagy a legismertebb, az a vállalkozói szalon, amit most már több mint 19 éve Szekszárdon vezetek. Hát ez egy nagyon speciális, érdekes formáció. Itt azért nem csak vállalkozók, hanem a környezetű, gazdasági események iránt érdeklődő egyéb közéleti szereplők is járják, és azt gondolom, hogy ez egy olyan patinás, most már mondhatjuk, hogy patinás üzletember klubbá nőtte ki magát, ami biztos, hogy a város jó hírnevének öregbítését szolgálja. Nagyon sok jó nevű, ismert, a szakterületén elismert vendégünk volt. Ami még a klub életében nagyon fontos volt, hogy egy nagy rendezvény létrehozásában is részt vehettünk. A fénykorában több ezres látogatottságot elért városi örömünnepeknek a gesztora volt a klub, tehát én ilyen módon az egyik főszervező ennek. Emellett a Magyar Izraeli Baráti Társaságban is már sok éve ténykedem, titkáraként, vezetőségi tagjaként a éves programokban igyekszem hasznosítani a szervezőkészségemet. Hoztunk már ide színházi előadást, talán Szekszárdon elsőként egy nagy szabású és nagyon nagy sikerű kántorkoncertet. Abba hagyni nem nagyon lehet ezt a dolgot, mert ha én egy kicsit is lankadok, akkor a tagság, a társaim, akikkel azért ezt együtt csináljuk, akkor ezt nem hagyják, tehát mindig kitapossák azt, amit szeretnének elérni, és ez így együttműködőképes. Tehát amíg erre van egy jó szándékú kereslet, addig én ezt szívesen csinálom.